Fele más formában várta a Simple Liga 21. fordulóját a Soroksár és a Haladás. A fővárosi együttes 5 veretlen mérkőzéssel a háta mögött fogadta a Szamosi Mihály sporttelepen az éppen 5 meccsen nyeretlen Viktóriát. A két csapat őszi mérkőzését a tabellán 8. Hali nyerte, méghozzá 2-0-ra a 7. Soroksár ellen. Az első négy csapaton kívül a többiek nagyon hasonló játékerővel, játékos állománnyal, tapasztalattal vagy annak hiányával rendelkeznek, úgyhogy minden mérkőzés nagyon-nagyon nehéz, akár itthon, vagy akár otthon, akár idegenben. A legutóbbi 5 mérkőzésünk rendkívül jól sikerült, nem kaptunk ki, és hát ma is nyerni szerettünk volna, viszont ez az 5 mérkőzés nagyon sokat kivett a csapatból, mind mentálisan, mind fizikálisan, úgyhogy tudtuk, hogy nem lesz könnyű dolgunk, főleg a Haladás ellen, akikkel még a tabellán is ugyanazért a jó helyért vetekedtünk. Az előzetes várakozásokkal ellentétben alig 3 perc elteltével már is megszerezte a vezetést a fehérmezben pályára lépő Haladás. Széltünde ugratta ki Ana Maria Vladulescut, aki a remek ütemben érkező Kis Anitához centerezett, a vendégek ötöse pedig belsővel szépen bepörgette a hálóba a labdát. Az első gól az úgy volt, hogy jött a beadás, és szóltam a csapattársamnak, hogy egyből adja be, beadta, és érkeztem a rövidre, aztán perugtam. Alig 10 perccel később érkezett a válasz a túloldalon. Győrik Alexandra indította Molnár Adelinát, aki jobbról kiszorított szögből lőtt kapura, és bár dobó nagy Boglárka beleért a lövésbe, a labda azonban így is a gólvonal mögé csorgott a kapufáról. Még az első félidőben 11-eshez jutott a Haladás, miután Rugovics Boglárka rugott bele Kovács Virágba. A jogosan megítélt büntetőt Szil végezte el, azonban jobbra tartó lövését nagy bravúrral hárította a Serdóra. Így maradt az 1-1. Kis a lefújást követően elárulta, mi történt a 11-es előtt. Ott volt egy ilyen egymás között, hogy mondtam elsőre, hogy én rugom, utána meg láttam, hogy ő is elindult, és akkor odaadtam a labdát. És így lehet, hogy megzavartam ezelőtt. Az első bekapott gól után szerintem kicsit alábbhagyott a lendület, de a második fél időben úgy jöttünk, hogy mindenképpen mi szeretnénk ilyen így összesen a meccsbe. A második fél idő elején ismét megszerezhette volna a vezetést a Viktória, kisugrott ki a les határról, azonban ígéretes helyzetből nem talált el a kaput, így a lábában maradt az újabb gól. A 61. percben büntetett az addig kevesebb helyzetet kidolgozó Soroksár. Győrik gólpassza után ezúttal maga is betalált. A középpályás bő 30 méterről bombázott a felső léc alá. Talán a forduló legszebb gólját láthattuk. Az első félidővel még részben voltam elégedett, mert a félidőnek a második felében már megtaláltuk magunkat, és tényleg egész jó focit játszottunk. Nagyon nagy erőket mozgósítottunk az érdekében, hogy vezessünk, sikerült. A második fél időben próbáltunk mindenhol arra befejezni a meccset, hogy tudjunk golfulni, és zárjuk le egyszerűbben, ne húzzuk a végéig. A csattanó csak ezután következett, 2 perccel később Pinter Tekla baloldali szabadrugását követően Szil emelkedett a legmagasabbra, és javítva hibáját a kapuba fejelt, 2-2. Alig, hogy útjára indult a labda, már is jöhetett az újabb soroksári középkezdés. A 64. percben ugyanis megfordította a meccset Hérincsné Markó Edina együttese. Kovács húzott el a bal szélen, majd az üresen álló Kishez passzolt vissza, aki jobb elsővel a jobb alsóval ütött laposan. Tavasszal egy viszonylag jó szezon sikerült futnunk, azért most 5 meccsig veretlenek voltunk, és ez a mai nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de ettől függetlenül megyünk tovább, és az utolsó mérkőzésre is úgy készülünk, hogy szeretnénk megnyerni, és szeretnénk minél több pontot szerezni, így a bajnokság végére is minél jobb helyezést elérni a tabellán. Egyértelműen üdvözlő pontja lettünk a bajnokságnak. 6. mérkőzésen kaptunk ki, ezt én szerintem bőven vállalható. Attól függetlenül, hogy ez a mérkőzés nem sikerült olyan jól, de az összteljesítményre, az összkép, a tabellán elfoglalt helyünk az nagyon-nagyon megsüvegelendő. Én nagyon büszke vagyok a lányokra, mert azért a szezon elején voltak gondjaink, ezen fölül tudtunk emelkedni, és a teljesítményük az szerintem kiváló volt a második fél évben. Dolgozunk tovább.
Én azt látom, hogy egyénileg a játékosok is rengeteget fejlődtek, csapatszinten is rengeteget fejlődtünk, és nagyon bízom, mert a következő szezon már valóban arról fog szólni, hogy azokat a mérkőzéseket, amelyeket hoznunk kell, azokat magabiztosan hozzuk, és a kiki meccseken pedig tudunk bravúrokat is elérni. A rendes játékidő végén még a duplázó Kistváltó Csizmadia Zsófia próbálkozott szabadrugásból, azonban Asher fogta a lövést, így maradt a 2-3. A Haladás győzelmével megelőzte a Soroksárt a tabellán, és megszakította 5 meccses nyeretlenségi sorozatát. A Simple Liga utolsó fordulójában a Viktória a DVTK-t fogadja, míg a Soroksár a Ferencváros vendége lesz.